ma már teljesen megváltoztak itt a dolgok, mármint így az internet, a Facebook, a csetelés, a telefon annyira központi szerepet játszik most a fiatalok körébe, hogy azt veszem észre, hogy már a személyes kapcsolatok kezdenek megszűnni. Azt gondolom, hogy ennek van egy előnye is, és van ugyanúgy egy hátránya is. Talán ez az elszemélytelenedés az, ami a legnehezebb ebben a dologban, hogy ezt kiküszöböljék, hogy onnantól kezdve attól még a személyes kapcsolat, hogy valakit látsz, hogy valakit megérintesz, az megmaradjon. Bánovics Vivianne, színésznő, több filmes produkcióban is játszott, jelenleg a Budapesti Thália Színház tagja. Az országos ismertséget a Pillangó című játékfilm hozta meg számára. Az Oznek című darab, ami a Thália Színházban lesz május 16-án, két fiatalról szól, akik szerelmesek és távkapcsolatban élnek, ezért ezt interneten próbálják tartani ezt a kapcsolatot, a szerelmet, és hogy ennek a hátulütői azt, hogy mennyire tudnak kapcsolatban maradni, és hogy tudnak elszakadni egymástól a távolság hatására, és hogy mindezt interneten keresztül hogy tudják véghez vinni.